önkormányzati percek. A centrumban kőbánya, méghozzá egy hatalmas összeggel, hiszen a képviselőtestület elfogadta az idei költségvetést, tehát erről beszélgetünk Somjódi Csaba alpolgármesterrel, hiszen egy olyan évről van szó, amely tulajdonképpen választási esztendő, de egyúttal meg rengeteg szokványos feladattal is jár, tehát ennek szellemében hogy alakul a költségvetés? Ilyen magas összegű költségvetése még Kőbányának nem volt, nyilván ebbe az infláció is, az inflációs érték is közrejátszik, de megközelítőleg 40 milliárd forint az a főösszeg, amivel a kőbányai önkormányzat a költségvetésében gazdálkodott. Nyilván ennek jelentős része olyan működtetésre fordítjuk, mint a különböző bérek és a különböző olyan szolgáltatások, amik a mindennapoknak a részei, az önkormányzati törvényből fakadó különböző kötelező elemek, és a másik része pedig az fordítódik fejlesztésre, felhalmozásra. Elnézést, hogy közbevágok, itt ugye a nyilvánosság elé tárt adatokban van egy olyan is, ami önkormányzati célú kiadások, és ezek olyan 28 milliárd körülire tehetők. Itt miért van ez a különbség a 40 meg a 28 között? Igen, egy sajátossága a könyvitelnek, hogy az önkormányzatok könyvitele úgynevezett függönyörítéses alapon történik, tehát amikor havonta a pénzügyi befektetéseket, tehát például az OTP-nél lekötjük a éppen nem használt pénzeszközöket, ezeknek a kamatai havonta érkeznek be, és ez ugye 12-szer szerepel a költségvetésben, hiszen 12-szer adódik ez a bevétel, de a valóságban ugye ugyanarra az összegnek a mozgásáról, tehát kivétel, bevétel formájában történik, ez göngyölíteni kell technikailag, ezért van ez a különbség, gyakorlatilag ezért olyan 30 milliárd a valós tétel, amivel tudunk gazdálkodni. A többi része az természetesen mind a két esetben igaz, hogy ilyen magas összeggel még nem tudtunk gazdálkodni. Ennek több oka van, az előbb elmondott infláció, a másik pedig egy olyan fajta feszes gazdálkodás, és az ebből adódó például az adóbevételeknek, behajtásoknak a jó volta, amely lehetővé teszi ezeket a számokat. Én azt gondolom, hogy a másik mutatónk is jó irányban halad. Azt szokták mondani, hogy az ideális költségvetési arány 70% működési költségből és 30% pedig fejlesztési költségekből áll. Ez mint egy ilyen ökölszabályként használják. Az elmúlt időszakban a különböző például energiaválságra tessék gondolni okán a működési költségek megugrottak, hiszen az árak is megugrottak, és arányaiban kevesebbet tudtunk felhalmozásra fordítani. Hozzáteszem, hogy fővárosi átlagban még így is az egyik legtöbbet fordítottunk beruházásokra, felújításokra, de az idén ez az arány még jobban javult, és közelítünk ezt az ideálisnak mondott számok felé. Ez az összeg, vagyis hogy arány 70% az egészen belül, ez mi mindent akar? Ez konkrétan azt jelenti, hogy a felújításra, a beruházásra nettó olyan 7,5 milliárd, ez ugye 27% áfával kiegészítve, tehát 8 milliárdnál jóval magasabb összeget jelent, amit az önkormányzat tud fordítani, és a többi összeget fordítja működésre, a napi működésnek a költségeire. Már ott van az üveggömbben, hogy mi mindenre kerül majd befektetésre ez a pénz? Természetesen, hiszen az önkormányzatnak a költségvetése soronként megnevezi azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, amit szeretnénk elindítani vagy folytatni. Mind a kettőre van példa. Nyilvánvalóan az összegből látszik, hogy ez most a műsoridőnk, ez kevés lenne, hogy mi minden, de egy párat azért hagyd mondjak ilyen nagyobb volumenű vagy érdekesebb dolgokat. Az egyik például, hogy a bölcsődei ellátás
ellátásnak a javítása céljából indultunk egy pályázaton, amit végül is, hát mint egy másfél éves előkészítés után a pályázat lebonyítása került és nyertünk. A Halom utcában van egy telkünk, ezen a telken egy bölcsödét szeretnénk építeni. Ennek ehhez mint egy ilyen 800 millió forint körüli összeggel járunk hozzá, mint önrész, a többit pedig a pályázaton elnyert összegből finanszírozunk. Bár a bölcsödei ellátásunk Kőbányán megoldottnak látszik, azonban a területi eloszlása már nem ilyen jó. A belvárosi részeken, tehát a belső részeken sokkal nagyobb igény van rá, és ennek az enyhítését fogja ez a bölcsödei beruházás majd megvalósítani reményeink szerint. A másik, hogy igény van arra, hogy az orvosi rendelők felújítása után, ami most a végéhez ért 2023-ban, az óvodákban folytassuk ezeket, illetve az óvoda bölcsödékben, hiszen nagyon sok helyen párhuzamosan működik egy épületen belül. Például a Kiskakas óvodában a vízfelújítási munkálatokat fogunk majdnem 40 millió forint értékben elvégezni. A Gyermeksziget bölcsödés csodafa óvodában a fűtéskorszerűt végre meg fogjuk tenni, és normális állapotok lesznek ezen a helyen, vagy a mocorgó óvodában, ami a felújításra került egy része, de nagyon hiányzik például a játszótér fölött egy ilyen árnyékoló rész, és a mostani meleg nyarakon ez bizony egyre inkább követelmény az óvodákkal szemben, de a Recepice, a Manóvár és több óvodában is például kerti pavilonok vagy játszóhelyeknek a kialakításával lesz komfortosabb, úgyhogy ez a rész is további fejlesztések lesznek. Nem feledkezünk meg a sportról sem. A fiatalok számára tudom mondani, hogy két örömteli hír van. Az egyik, hogy végre rébeért a gördeszka pályának az ügye, és a Sportligeten belül kialakításra kerül egy gördeszka pálya, és reméljük, hogy már 2024 közepén, tehát nyarán már tudják majd használni ezt a fiatalok. Illetve akinek idős van a kedve, és tudja, akkor ő is, de inkább a fiataloknak ajánlanám ezt. Viszont futókör pályázaton is részt vettünk. Ez is úgy működik, hogy egy része önrész, másik része pedig a pályázaton elnyert pénzből adódik. Itt több futókörre kaptunk lehetőséget, ami egyrészt példának pontok, nem a teljesség felsorolásával, a Gyakorló utcai lakótelepen, vagy a Kékvirág park környékén fognak ilyen futókörök létesülni, ahol már minden korosztály igénybe tudja ezt természetesen venni, és ugyanúgy elkészül. Vannak olyan projektjeink, ami azt mondanám, hogy folytatjuk. Ilyen például az Óhegy Park. Az Óhegy Parkot folyamatosan fejlesztjük. Az egyik örömteli hír, hogy február végére már a megemelt programú sportpályák melletti vízelvezetéses munkával is végeztünk, és ez február végén átadásra kerül ez a sportkomplexum, hiszen nem csak egy multifunkcionális sportpálya, hanem tegbolasztaltó pingpongasztalon keresztül különböző közösségi helyek kialakításai került sorra a Lengyel templom, tehát az Óhegy utcai részen. Ezzel párhuzamosan már decemberben elindult a Dír utcai részen a két nagy játszótérnek a kialakítása. Örömmel mondom, hogy most február 26-a van, és a mai nap megérkezett az utolsó kamion is külföldről a játékokkal, tehát nem lesz olyan gond, mint a Sportligetnél, hogy két-három hónapos csúszásban vannak ezek a tárgyak. Holnap elkezdődik ezeknek a beépítése. Félve mondom, de szerintem be tudjuk tartani, hogy határidő előtt ez meg tud valósulni ez a rész. Ezek a projektek, ezek szokás szerint a vagyonkezelő ZRT felügyeletével lebonyolításában történnek? Így van, a vagyonkezelő bonyolítja ezeket a programokat le. Ezeknek a jó része már meg van hirdetve, pályáztatás alatt van, vagy már lezárult a pályázat, és amit az előbb, mint az Óhegynél említettem, már a kivitelezési munkák is folynak. De ugyanilyen fontos, hogy a különböző parkjainkban Sportliget, Kékvirág, játszótér, Óhegy parknak a zöld felületeinek a megújítása is folyik, sőt a Kékvirág parknak a komplett felújítását is elkezdtük. A lakossági egyeztetés éppen a napokban fejeződött be, ahol a tervező az utolsó
összejövetelen a eredmények ismeretében egy tervet mutatott be a lakosoknak. Ez alapján fog átalakulni, ahol nem csak a zöld felületek, fák, bokrok cserjék, hanem például a kutyafuttatónak az ugye, a játszóparkoknak az ugye, vagy a sportlétesítmények az ugye is megvalósul. Tehát komplex az egész park felújításra kerül, megújításra kerül. Ha már a zöld kategóriát említette a polgármester úr, ugye nemrég egy hivatalos megállapodást is kötöttek, vagy megújítottak a Pilisi Parkerdő céggel, és ennek a lényege az, hogy gondolom, hogy legyen pénz arra, hogy folytassák a fa telepítést. Így van. Kőbányán nem csak az önkormányzat az, aki a zöld felületeknek a megújításáért felel vagy tevékenykedik, hanem például a Pilisi Parkerdőnek is vannak tulajdon részei, vagy a fővárosi önkormányzatnak. Ezekkel természetesen napi kapcsolataink vannak, és igyekszünk közösen egy bizonyos stratégia mentén a fejlesztéseket, a megújításokat elvégezni. A meghirdetett programunk szerint 2024-ben az eddigi extenzív fejlesztések után most egy intenzív szakaszra térünk át, ahol minőségileg újítjuk meg ezeket a zöld felületeket, nem pedig a szám növelésével. Ez vonatkozik mind a parkjainkra, mind az erdeinkre. Ennek az erdőnek a keretében kötöttük a szerződést a Pilisi Parkerdővel. Egy következő ütem, hiszen az első szerződést a fővárosban mi kötöttük velük, egy örök erdő programra, és a második, a mellette levő terület, ez a temető háta mögött levő kiserdő a Béla tele felé az, ami így fog majd megújulni, hiszen erdészeti szempontból erre szükség van ennek a megújítására, de ez egy mindig létező, örökké fennmaradó erdő lesz, nem pedig tarvágással újra telepített erdőrész. Nyilván ennek a költségnek a megosztásáról állapodtunk meg, hogy ez így tudja megvalósulni, és reméljük, mert a lakosságnak az első rész tetszett, hogy a második is elnyeri a tetszését. De hagyj mondjak még egy dolgot ebbe, hogy a zöld felületek nem csak a levegőnek a minőségét javítják, hanem például a viharkárok esetében volt egy vállalásunk, hogy 2024-re kidolgozunk egy prevenciós tervet a mostani, most már azt mondom, hogy nem ritka viharkárok, hiszen minden évben vannak nagy esőzések. Ezeknek a talajmegkötése, vízelvezetés szempontjából a zöld felületeknek a minőségének is óriási szerepe van. Emellett a második rész pedig ezeknek a kezelése, a vízelvezetések kezelése. Már 2023-ban is elkezdtük. Az idén a Királydombon folytatjuk, a Dorogi utcában, az építkezés elkezdődött. Április végére ígérik a kivitelezők a befejezését, ez egy nagyon nagy munka lesz, záportározóval, csővezeték cserével, út és járda felújításokkal. És ugyanígy elkezdődtek a munkák, ami szintén júniusig lezárulnak a Kis-Sibrik lakótelepen, hiszen én is a magasabb pontokról a nagy esőzés következtében sajnos az alacsonyabb épületeket elárasztja. Ennek a megszüntetésén is dolgozunk, ezt egy nagyon fontos programnak tartom. Még egy lakosságot érintő dolog a kamerák ügyében. A kamerák ügyében egy szakértői véleményt készítettünk már el. Ennek mentén fogunk tovább menni a fejlesztésben, és azt a hardware részt, ami nem a kamerákról szól, hanem magáról a szerverekről és az ide kapcsolódó különböző csatlakozókról, kapcsolókról. Ezeknek a cseréről döntött az önkormányzat, mintegy 65 millió forint értékben 2024-ben elkezdjük a korszerűsítését, hiszen már egy olyan széles sávú rendszernek a fogadására és üzemeltetésére alkalmas lesz, amely egyrészt képminőségében, másik feldolgozhatóságában, kezelhetőségében is sokkal jobb színvonalúvá teszi ezt a rendszert, amely hát reményeink szerint továbbra is elnyeri a közönségnek a jó indulatát és tetszését. A tavalyi önkormányzati programok jó néhányánál volt a fedő cél az, hogy Kőbánya egészsége hogyan alakul, tehát a kőbányaiak egészsége, és a hírek azok általában arról szólnak, hogy sok javítani való van. Erre jut-e pénz idén? Többfajta dologgal próbáljuk ezt segíteni.
Hadd mondjuk egy érdekes példát. Ugye az orvosaink az utóbbi időben, hát ők is öregszenek, megöregednek, és bizony, ez nem helyes, hogyha kőbánya 70 év az átlag életkora a körzeti orvosoknak. A fiatal utánpótlás várjuk. Nem kell azt hiszem ecsetelni a nézőknek, hogy ez nem egy könnyű feladat, még úgy sem, hogy a kőbánya önkormányzat magára vállalja az esetek többségében azoknak az orvosi rendelőknek az üzemeltetését, ahol KFT formájában, tehát vállalkozás formájában működnek a házi orvosok. Ezeknek az épület után nem kell bérleti díjat fizetni, illetve az üzemeltetési költségét is az önkormányzatája, de még így is nagyon nehéz versenyhelyzetbe kerülni a többi kerülettel, vagy a vidéki városokkal, és elhatároztuk, hogy ennek mentén próbálkozunk azzal, hogy szolgálati lakásokat alakítunk ki, és ezen szolgálati lakásokkal próbáljuk még vonzóbbá tenni itt az orvosoknak a helyzetét. Úgy látszik, sikerre járunk, mert már 23-ban is számos fiatal orvos jelentkezett, és reményeink szerint ez folytatódik ennek a programnak a keretében. A másik ugye a felújított egészségügyi hálózatunk, tehát az orvosi rendelőknek a felújítása megtörtént. A harmadik pedig, hogy a különböző társadalmi és egyéb szervezetekkel azokat a szűrő programokat, ami 2023-ban is jellemző volt Kőbányára, hogy lefolytatjuk, az idén is szeretnénk megtenni egy-egy ilyen komplex szűrővizsgálatnak a folyamán, hogy minél több embert preventív módon esetleg meg tudjuk előzni a betegségüket, hiszen az egy köztudomás, hogy Kőbányán mind a szív- és érrendszeri betegségek, mind a daganatos betegséget a budapesti átlagot meghaladják, ugyanakkor főleg a férfiak esetében az átlagos életkor pedig hát az utolsó helyek egyikén kullogunk, úgyhogy ezen nagyon-nagyon szeretnénk segíteni, többször is tárgyaltunk ezzel a Bajcsi Kórházzal, és anyagilag is segítjük az ő munkájukat, hogy megfelelő orvosi ellátást tudjanak biztosítani. Köszönjük szépen, jövő máskor is. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.